Ez az OMSZ időjárási radarja a szervezet honlapján. A négy elemből álló radarhálózat alapvetően a csapadék események megfigyelésében, intenzitásuk mérésében, valamint az időjárási események nyomon követésében fontosak. A pogányvári, budapesti, szentesi és napkori radarok közül a napkori volt a legrégebbi. Felújítására a Földművelésügyi Minisztérium több mint 85, az OMSZ pedig saját forrásaiból 67 millió forintot fordított. Nagyon fontos az, hogy az eddigieknél is pontosabb és gyorsabb információink legyenek a légköri adatokból levezetett időjárási jelenségekre, azért, hogy fel tudjon rá készülni a társadalom, a gazdaság. Ehhez az információkat az időjárási radarok nyújtják. A napkori állomás modernizálása a radar cseréje nélkül az elavult alkatrészek kiváltásával történt meg. A felújítás elsősorban a radar jelfeldolgozási és adatátviteli rendszereit érintette, a telepítési munkálatokat a meteorológiai szolgálat saját szakemberei végezték el. Nagyon fontos ez az Országos Meteorológiai Szolgálat számára, hiszen ez egy jelentős fejlesztés, egy korszerű technológia bevezetése a radarmérések terén, és ugye a másik három állomás már átesett ezen a felújításon, tehát ezzel a felújítással vált egységessé az Országos Meteorológiai Szolgálat radar mérőhálózata, ami egyben Európa vezető színvonalát is jelenti. A település polgármestere az átadáson elmondta, Napkor nevét az egész országgal megismertette az itt lévő radarállomás. Napkoron már régóta ismertítette a nevünket ez a radar az országos térképen is, úgy mondjam, hiszen nagyon sokáig naponta felhangzott a nevünk a időjárás jelentéskor, arra való tekintettel is, hogy ez a radar elkészült, és most nagyon örülök, hogy erre a felújításra is sor került. Az OMSZ radar hálózatának legfiatalabb tagja a 2014-ben átadott szentesi létesítmény. A Budapest és a pogányvári radarokat pedig már korábban felújította a meteorológiai szolgálat.